Nem csak tudást, csomó információt, tényanyagokat, hanem gondolkodásmódot és egy szemléletet adunk át, hogy hogyan gondolkodunk a társadalomról. Azt tanítjuk a szociális munkában, hogy legyen kapcsolat az emberek között. A sokszínűség az egy érték. Egy jobb társadalmat építsünk, ez a küldetése az egyetemnek. Ezért van az, hogy mi szélesre tárjuk a kapukat, és ide bárki jöhet tanulni szociális munkát. A zsidó vallás is egy szeretett vallás. Ezt nem annyira sokan gondolják, vagy tudják, de a zsidó Bibliának is a lényege egy társadalmi mondani való, hogy figyeljünk oda egymásra, és itt nagyon családias ez a képzés, és mi nagyon próbáljuk úgy csinálni ezt, hogy odafigyeljünk a hallgatókra, és itt természetesen semmilyen diszkrimináció, vagy bármilyen kirekesztés elképzelhetetlen a szakunkon. Amikor innen kimennek, akkor pozitív irányba próbálják elmozdítani a társadalmat. Azt lehet mondani, hogy aki akar dolgozni ezen a területen, az mindenki tud munkát kapni. Ez egy nagyon jó, ilyen szempontból ez egy jó szak, hogyha ide jön valaki, mert ha elvégzi, akkor majdnem biztosított, hogy el tud helyezkedni. Nagyon sok közös programunk van, angolul, héberül. Amúgy különben a diákjainknak egy része külföldön helyezkedik el, és ugyanúgy elismerik a diplomájukat az Európai Unióban, tehát ez egy akkreditált Európai Uniós képzés. A Budapesti Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Technikum nagy szeretettel várja az Orze hallgatóit, azokat, akik az egyetemi tanulmányaikat egy szakmai képzésen való részvétellel szeretnék kiegészíteni. Ingyenes, államilag támogatott szakmai képzésekre lehet jelentkezni, a kettős hallgatói jogviszony abszolút lehetséges. Azok, akik a mi iskolánknak tanulói, ingyenes kollégiumi elhelyezést kaphatnak a Dávid Király Kollégiumban. Várunk szeretettel! Turisztikai technikus, pénzügyi számviteli ügyintéző, logisztikus, informatikus vagy kereskedő képzéseinken találkozunk.